A múlt heti paksi testületi ülésen született döntés a kínai Liaocheng városával való testvérvárosi kapcsolat létesítéséről. Az erről szóló megállapodást december elején írja alá Paks polgármestere online. A kínai város vezetése 30 ezer FFP2-es maszkot ajándékozott a paksi önkormányzatnak, melyet elsősorban saját intézményeiben használnak fel. A Paksi Gyógyászati Központba is juttattunk már el maszkokat, a Paksi Életve Idősek Otthonába, a Paksi Kistérségi Szociális Központba is már juttattunk el ilyen FFP2-es maszkokat, úgyhogy jó helyre kerülnek. Nyilván, hogyha igény van rá egyéb intézményeinkben, akkor oda is még fogunk eljuttatni ezekből a maszkokból. Paks és Liaocheng között elsősorban gazdasági együttműködés jön létre, de igény szerint kulturális kapcsolatra is sor kerülhet, tájékoztatott Szabó Péter. Paks polgármestere azt is elmondta, 2017-ben kereste meg a 6 millió lakosú kínai város vezetése őket a partnerségi kapcsolat igényével.